Dél-Magyar Podcast. Dél-Magyar Podcast. Hírek helyben azonnal. Arany T. János vagyok, a Johnny, a Dél-Magyar.hu legújabb podcastjában vagyok én benne, és bemutatnám a beszélgető alanyomat, vagy a partneremet, és nagyon felkészültem, amit én ritkán szoktam, de hát, mert ez még csak a harmadik podcast, az elsőbe be sem mutatkoztam. Tehát, szociológus, szociálpszichológus az én beszélgető partnerem, akivel úgy találkoztunk, hogy újságcikkekhez, még ne szólalj meg, újságcikkekhez kellett segítség, tehát egy szakértői hozzászóló, és akkor sokat beszélgettünk. Aztán alanyom, beszélgető partnerem arról is híres lett 2015-ben, ne szaladjunk ennyire előre, találtam egy cikket, amit még 2010-ben írt egy kollégám, hogy még nyaranta legtöbben horvát-olasz tengerparton pihenik ki a fáradalmokat, egy ötfő szegedi társaság Szevasztopol, Szimferopol, Jalta, azaz a Krim félszigetet fedezte föl, ő volt az egyikük. Aztán 15-ben még híresebb lett beszélgető alanyom, 2015-ben, amikor hát barátjával, kollégájával, Szalai Balázzsal, hát ők bizony csúnyán megrongáltak 7 nemzeti konzultációs óriás plakátot. Ezek így már érdekesek, de még mindig nem erről beszélgetünk. Utána, ami nekem nagyon érdekes, hogy ott hagyta az egyetemet az én beszélgető partnerem, bólogat, mert ebben nem voltam biztos, és villanyszerelő lett. Elvégezte OKJ-s képzést, és villanyszerelő lett, és én egyszer írtam cikket olyan emberekről, akik ilyen hirtelen váltottak, hogy például hegedű művészből bírósági tolmács, Máté Laci, mindegy. Tehát, hogy ez már ezekből, ezek alapján egy podcast beszélgetés lehetne, de még mindig nem ez a témánk, hanem egyszer csak te elkezdtél a Facebook oldaladon pacalokról írni, olyan pacalokról, amelyeket te megkóstoltál. Jársz a világba erre-arra, és pacalt fogyasztasz. És most, hogy így karácsony és szilveszter között vagyunk, és minden tele volt a halászlével, a hallal, töltött káposztával, beiglivel, könnyítésképpen, mindegy levezetésképpen a pacalról beszélgessünk. Tehát Kékesi Márk, honnan jött neked ez a pacal? Sziasztok, köszi a meghívást, tök jó itt lenni. Örülök, hogy újra bekerülök itt a helyi sajtóba. Ezek az általad is vázolt kalandos... Az, bocs, megvan a Latinovics utolsó interjú a Baló Julival. Baló Juli még fiatal kislány, Latino, ami azt hiszem már szakállas, az a nagy napszemüveg van rajta, és leveszi a napszemüveget, sóhajt egyet, hogy örülök, hogy felelhetek, mert eddig nem kérdeztek meg a televízióban. Kicsit sértődöttem, ez most nem hasonlított. Na mindegy, tehát örülök, hogy újra igen bekerülsz ide hozzánk, én is. Pacal. Sértettségről nincsen szó, és tényleg örülök. A pacal az úgy jött, hogy én nagyon szeretem a pacalt, és én arra gondoltam, hogy a pacal az egy teljesen más törésvonal honfitársaink között, mint mondjuk a politika vagy az ízlés más kérdései, és teljesen más halmazokat hoz létre embertársaink között. A pacal egy megosztó kaja, kicsit olyan, mint az unikum piába, hogy vagy imádom, vagy utálom. A pacal az összeköt embereket, akik nagyon különböző társadalmi rétegekből vagy más háttérrel rendelkeznek, és a pacal szétválaszt embereket, akik amúgy egyébként nagyon sok más dologban ugyanazt a követ fújják. És hát én azt gondoltam részben azok mentén is, amit itt a fölvezetőben mondtál, Johnny, hogy nyissunk egy teljesen új lapot a kommunikációban, ami összeköt és ami elválasz, de nem úgy, ahogy ez egyébként így a legtöbb dolog mentén történik, hanem a pacallal kapcsolatos attitűdök mentén. Én nagyon szeretem, teljes mértékben elfogadom azt, hogy embertársaink jelentős része ránézni se tud. Nem akarom őket arról meggyőzni, hogy fogyasszanak ilyesmit, viszont nagyon jó dolog erről írni, mert hogy az első pacalos posztomnál nem kisebb... Az mikor volt? Hát egy olyan 3-4 évvel ezelőtt lehetett. Az első pacalos posztnál nem kisebb figurát idéztem, mint Schuster Lórit, a P-Mobil együttesből, aki ugye se nem zenél, se nem danolászik, de egy ilyen nagy kézzel tapsol a színpadon, hogy ő nem megy egy olyan Európai Unióba, ahol megmondják neki, hogy mikor ehet pacalt, és mikor nem. Na most Brüsszel azért sok mindent csinál, meg ugye a szájába adtak ennek a bizonyos Brüsszelnek elég sok mindent az elmúlt években, de egy dolog nekem nem rémlik, hogy ő Brüssel mondjuk a pacalról véleményt formált volna. Minden esetre Lóri mester úgy gondolta, hogy
hogy ő félti ezt a kis saját területünket, amit Pacalnak nevezünk, és hát hogyha ennyire komoly volt ez az egész kiinduló pont, akkor innentől kezdve már nem maradt más, mint hogy végigenni a világ pacaljait, és beszélni, írni arról, hogy milyen. Nem feltétlenül mindig az éterről, sokkal inkább a kontextusról. Majd erről is beszélünk. Ez az első pacalos posztod, hol, vagy melyik étel alapján, hol fogyasztott étel alapján született? Megfogtál, Johnny, fogalmam. Hát az elsőre emlékezni szoktak. Hát emlékezni szoktak, de én nem emlékszem. És akkor jött az ihlet, hogy megoszd a nagy közönséggel. Igen, ez tudatos volt, ezt már az elsőt is úgy írtam, hogy ez egy sorozat lesz. Gyerekkorod óta szereted a pacalt? Igen, Veresegyházi strand, Pest megye, Budapesthez közel. Ott van egy tó, közelben laktak rokonaim, nyaranta ott néha le voltam pattintva a rokonokhoz, és hát a Veresegyházi strandnak a két dolog maradt meg nagyon, az egyik a fiú WC, ahova ilyen 8-10-12 éves kisrácként így nem annyira szerettem bemenni, mert nagyon erős ammónia szag volt. A másik pedig a strandnak az ilyen önkiszolgáló vendéglője, ahol lehetett pacalt kapni, és ott tettem életemben először pacalt, erre viszont emlékszem konkrétan, és nekem az így bejött, íz lett. A édesanyám, aki soha nem eszi a pacalt, ő ezt úgy hívta, hogy sárkányhús. Meg hát nyilván ugye ez a frottírt örölköző hasonlat, ezt sokan sok helyen előtték, anyukám is ezt mondta többször, és nem értetlenkedve fogadta, hogy én hogy kaptam rá erre a kajára. Én gyerekkoromban rá se bírtam nézni. Emlékszem, édesapám csirkemell darabokat kellett, hogy főzzön a pacalt pörköltbe, hogy egyek. És aztán így megöregettem, és megszerettem. Nem csak magáról a pacalról írt, tehát ezek nem ételkritikák, hanem már-már Váncsai és Csernaszabói magaslatokba emelkedsz, amikor egy kontextusba helyezed az ételt, a helyet, meg gyakran el is kalandozol írásaidban, amit én élvezek nagyon. Ezek hogy történnek? Tehát, hogy te felkészülsz, elutazol valahova, mert ugye külföldi pacalokat is fogyasztasz, és akkor utána olvasol, vagy ez ilyen ösztönösen jön, és ihlet, és akkor kijön belőled, vagy komoly munka előzi meg ezeket a posztokat? Hát szeretném mind a kettőre azt mondani, hogy igen, de a valóság ennél prózaibb azért, tehát nem szoktam annyira rákészülni, és ahogy mondod, ez tényleg így van, ahhoz, hogy én ételről írjak, vagy mondjuk ilyen nyilván nagy szavakat használva ételkritikusnak nevezzem magam, ahhoz kéne érteni az ételhez, a főzéshez, az elkészítéshez, ebben én azért alulképzett vagyok. Örömmel fogyasztom műkedvelőként a pacalt, de hát szociológusként viszont azt gondolom, hogy jobban értek a kontextushoz, a környezethez, amiben elkészül, és amiben tálalják, és amiben elfogyasztják ezt az ételt. Tehát inkább erről szeretek írni. Nyilván azért hülyén néz neki egy pacal poszt, hogyha nem lenne szó magáról a pacalról benne, tehát megkísérlem azért, bár nyilván nem rendelkezem azzal a szókészlettel, és azzal a tudással, amit mondjuk egy borkritikus tudna mondani a szelíd déli lankákról, meg a harmat csípte naspajáról, meg a hasonló dolgokról, de a pacal esetében ez mondjuk egy kicsit talán egyszerűbb, mint a bor esetében, és ezért inkább arról írok, hogy mi az a hely, ahol ez elkészült, az adott pacalnak mi amennyire ez így föltárható, különösebb kutató munka nélkül, mi a kultúrtörténete, mennyire van ez beágyazva a helyi gasztronómiába, az adott étterem, vagy vendéglő, vagy söröző, az mennyire jellemző az adott helyre. Egyébként most, hogy így kalandozunk e körül, eszembe jutott, hogy az egyik első, az itt Újszegeden született a fasor. A legendás fasor. Aha. Ahol azért az étlapon is van egy ilyen, hogy évi, és ott van egy ilyen, nem tudom, nagyon nagy szám, adagot adunk el, és nem tudom, ennyi ember nem tévedhet, hogyha egyébként tényleg nem rossz az a pacal. Szerintem is. Mondjuk nehéz a pacalt elrontani, nem? Hát, hogy én több jó pacalt eszek, mint rosszat, de... Hát magának a pacalnak, akkor most jön a gasztró része. Na, nincs íze különösebben. Van ez a...
Tehát a szaft, a fűszerezés, a hagyma, a fokhagyma, amit én nagyon szeretek személyesen, az, amikor ilyen vastag lecsús szaftban van, de nyilván a pacalok egy része nem így készül, tehát ellentétben mondjuk egy marhalábszárral, vagy egy sertéscombbal, vagy egy csirkecombbal, a pacalnak nincs egy olyan látható íze, ami magából a húsból fő ki, tehát ott nagyon nagy hangsúly kerül arra, hogy hogyan fűszerezik. De egyébként főzöd is? Hát szoktam, megpróbáltam párszor. Van egy-két kaja, főleg magyaros hagyományos ételek, amiket stabilan jól tudok készíteni, a pacalpörkölt nincs közöttük, tehát ahhoz azért többet kéne próbálkozni. De az előbb említette Cserna Szabó Andrást, neki van egy kötete kifejezetten a pacalnak szentelve, és abból azért elkészítettem egy-két receptet. Ugye a Cserna Szabó kronológiailag megy végig a 18. századtól a jelenkorig, hogy mikor és hogyan készítették a pacalt, mindig beidézve valami akkori forrást, és nekem ebből egy tetszett nagyon, ugrunk a Dunántúrra, a Székesfehérváron van egy Pec söröző, az a neve, és ott készült Cserna Szabó szerint a legehetőbb ipari pacal Magyarországon. Most az egész recept arra épül, hogy ne kelljen nagyon dolgozni vele, tehát mondjuk ilyen vendéglő vagy sörözőhöz mért mennyiségben főzik, tehát van egy baromi nagy fazék, abba beledobnak 8 kg konyhakész fagyasztott pacalt, 2 tubus gulyáskrémet, nem tudom, erős pistát, 1 kg fagyasztott kockázott hagymát, tehát hogy ezek az alapanyagok azt vetítenék előre, hogy ez valami gusztustalan dolog lesz, és akkor ehhez képest a végeredmény meglepően fogyasztható. Uh-huh. És nekem annyira tetszett ez a sztori, hogy egy olyan körülményekre optimalizált recept, ami alapvetően abból indul, hogy lusta vagy, nem akarsz sírni, nem vágod fel a hagymát, nem akarod a pacalt kétszer átfőzni vízbe, és utána leengedni a levét, hanem fagyasztott konyhakész, minden előre föl van vágva, piros arany, gulyáskrém, erős pista és egyéb, hogy mondjam, ilyen emberiség elleni bűncselekmények, amit magára valamit adó szakács vagy gasztroblogger, az nem tudom, a szkafanderbe bottal, eltoláson kívül más módon hozzá nem viszonyul, és ezeket beöntöd egy rohadt nagy fazékba, alágyújtasz, vársz 3,5 órát, és kész a majdnem tökéletes, és jó a végeredmény. Érdekes. És nyilván az adagot egy kicsit csökkentve, arányosan csökkentve a hozzávalók mennyiségét, ezt egyszer megfőztem otthon, és csettintettem, hogy basszus, ez jó. Mennyire tudatos tehát, hogy azért mész el egy helyre, hogy pacalt egyél, vagy ha már ott vagy valahol, akkor eszel pacalt is. Mind a kettő létezik. Tehát volt olyan, hogy kifejezetten azért mentem valahova, mert ajánlották, hogy ott jó a pacal, és volt olyan is, hogy egyszerűen szembe jött velem a pacal, és nem akartam kikerülni. Uh-huh. Hány helyen voltál már, azt tudod, nem figyeled? És nem mindegyiket írom meg, egy csomó van így, leszoktam fotózni mindig a helyet meg a kaját, de hogy igazából két esetben érdemes megírni, hogyha nagyon jó, vagy hogyha nagyon rossz. Tehát ezt mondjuk szerintem újságíróként nem... Igen, a végletek. Így van, tehát hogy ami érdekes. Tehát most hogy ettem egy közepes pacalt egy átlagos helyen, annak nincs hírértéke, az nem tudom, tehát az egy kevésbé érdekes dolog. Én azt szeretem, hogyha nagyon jó, vagy hát nyilván ugye azért ki kell élni ezt kicsit freudilag, ezt az undor élményt is. Tehát mondjuk egyszer írtam egy ilyen, azt hiszem, valamelyik nagy áruháznak a saját márkás pacsal pörkölt konzervjéről, amit így otthon fölmelegítettem és megettem, és elképesztően gusztustalan volt, de hogy annyira visszataszító volt az egész, hogy nem tudom, lehet, hogy így látja a pacalt az, aki nem szereti. Egyszer a Veres Jani bácsival, diófát csináltam ezen éve, legenda, csináltunk egy olyan anyagot, hogy vittünk neki konzerveket. Pacal, babgulyás, csilisbab, nem tudom mi volt még, hogy elemezzük együtt az ő séfjével, meg Jani bácsival, dermesztő. És az a lényeg, az volt a fotó is, hogy így öntjük bele négyen négy felől a moslékos vödörbe. Nem csodálom. A konzerv, a készétel konzerv az ritkán jó. Uh-huh. Talán a só lett az egyetlen ebben a műfajban, ami mondjuk emberi fogyasztásra alkalmas szerintem. Régen ettem. Melyik a legkülönlegesebb pacal, amit ettél? Ezt azért kérdezem, mert én Ázsiában éltem egy jelentős időszakot, és ott a pacal, az egy hideg előétel, ízlésesen fel van, ilyen kis súlynyi darabokra vágva,
friss hagyma rászorva, és akkor, ahogy mondtad, ugye fűszerezés, hát öntesz rá egy kis, nem tudom, ilyen csípőszószt, vagy szójaszószt, és ott egy hideg előétel, és imádom. De ott az ázsiai konyhában a pacalt szerintem a marhanyomornak nem azt a részét használják föl, ami a... Nem. Tehát a marhanyomor az egy komplexebb dolog, sokkal komplexebb, mint a te vagy az én gyomrom, több szakasza van, másképp emésztenek ezek az állatok, mint mi. És szoktak például jó, meg sertés gyomrot is felhasználni az ázsiai konyhákban, ami errefelé szinte teljesen ismeretlen. De az egyébként nagyon jó ez a hideg pacal saláta előétel. Ezt jobb olaszok is eszik, ugye? És ott is híres, az a trippa. Akármi. Igen. Ez olaszsal még csak ilyen nagyon-nagyon távoli viszonyt alakítottam ki. Ami így a nemzetközi pacal fronton nekem kedves, ez a balkáni, alapvetően török eredetű pacalleves, ami nagyon távol van attól, amit mi itt a pacalról gondolunk. Ugye Magyarországon a pacal az szinte kizárólag a pacal pörkölt formájában létezik, ami egyébként egy szuper kaja. Balkánon alapvetően inkább levesként eszik, és ez a török eredetű csorba műfaj, amit a balkáni, román, bolgár, szerb konyha is átvett, ez a savanyú leves, tehát egy alapvetően savanykás ízű, tejfölös leves. Én ezt nagyon szeretem, és ezt nagyon sokféle verzióba kóstoltam. Alapvetően különbözik a magyar pacaltól, de nagyon jó. Az olaszsal annyira nem próbálkoztam, az ázsiai, hát jobb kínai éttermekben néha van előételként, és ezt azt nagyon szeretem. Azaz, én is. Te miért pont pacal? Tehát, hogy lehetett volna marha pörkölt, vagy halászlé, vagy rántott hús, vagy nem tudom, biztos, hogy van benne egy ilyen provokatív mozzanat. Pont azért, amit az elején beszéltünk, hogy ez egy megosztó étel, és ez a vagy imádom, vagy utálom attitűd kapcsolódik hozzá, és nagyon ritka az, hogy valaki azt mondja, hogy jó, hát meg szoktam enni, de különösebben nem, nincs viszonyulásom a pacalhoz. Tehát van ez a provokatív dolog, illetve az, hogy ezt egy ilyen bizonyos körökbe ilyen proli, lenézett, suttyó kajának szokták tartani, ami egyébként egy teljesen fals megközelítés, mert hogy egészen ilyen high society emberek is vegan fogyasztják a pacalt nagykanállal. Valószínűleg ez, tehát volt egy ilyen kis mozzanat ebben a sztoriban, hogy én elkezdtem erről írni, meg ezt tudatosan fogyasztani, hogy ezzel lehet provokálni. Külön oldalt nem akarsz csinálni, mert egyre népszerűbbek ezek a posztjait, hogy sokan követelik, sőt, hogy miért nem jelenteted meg ezeket külön kiadványban, vagy miért nem publikálod őket. Azért én nem vagyok ekkora spíler, ezt nyilván önmagam szórakoztatására, esetleg a szűk környezetem szórakoztatására kezdtem el, de van benne egy ilyen új gyakorlat elem is, hogy lehet, hogy ezt majd egyszer így kivinni egy nagyobb térbe. Mert azt tudod, hogy sokan lettek így híresek, hogy hobbiból elkezdtek valamit, és megtisztelő, köszi. Ha úgy érzem, hogy eljött ez a pillanat, akkor lehet, hogy ezt megteszem, de egyébként így, ahogy már említetted, Váncsa Istvánt, vagy Cserna Szabó Andrást, akár Dragomán Györgyöt is be lehet hozni, ő is mondjuk pacarról annyira nem tudok róla, hogy írna, de hogy ő is itt a szép irodalom és a konyha között valahol félúton irogat, és egész jól csinálja. Ez egy létező dolog, ez egy legitim dolog szerintem kajáról írni, ennél már csak egy dolog van, ami jobb, mondjuk megenni ezeket az ételeket. Jó, szerintem ez zseniális végszó volt, úgyhogy köszönjük szépen. Hát én köszönöm az érdeklődést. Dél Magyar Podcast. Hírek helyben azonnal.